a jobb fölkihasználásért másodvetés, szezonzáró a fürdőben, átszervezés a Jászberényi Electroluxnál, pályázatok kivitelezése városunkban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 20-án 18 óra 5 perckor. Ne zárjuk be a kert kapuit, amikor már földről a legtöbb zöldséget betakarítottuk. Ekkor jön el az ideje ugyanis a másodvetésnek, amellyel akár a téli hónapokban is ehetünk friss zöldségeket a kertünkből. A kert kihasználtsága akkor tökéletes, ha a főnövény nagyon sikerült, de a másodvetés is fontos. Első lépésként mindig tegyük rendbe a talajt, ahova majd a másodvetések kerülnek. Másodvetésű növényeknek rövid tenyészidejű fajtákat válasszunk, olyanokat, amelyek mind az augusztusi, mind az októberi időjárást jól viselik. Ahol állunk, az egy hagyma terület volt, ennek a helyén már nem próbáltam, de a borsó helyén többféle növényt vetettem vagy ültettem, amelyeket kinkes erveses sikerült megmenteni részben, mert a keresztés az ugye nem gond, de aztán nyári melegben előjöttek a károsítók, a bolha, akkor jöttek a különböző helnyófélék, és az átkozott ellenség az aszály. Tehát ezeknek a megmentése ez nagyon sok munkát jelentett, hiszen ugye a nap egy részén nem ajánlatos kint lenni, nem is ajánlatos öntözni sem, tehát ez valamikor a kora reggeli, esti órákat vette igénybe, hogy vette el, de ahhoz képest meg vagyok elégedve, hiszen a háttérben lehet látni, hogy kétfajta retek is van, egyik a müncheni sörretek, a másik a téli fekete retek, amelyből talán várható nem egy nagy rekordtermés, de talán meg tudjuk kóstolni. Ézsiás Antal a betermett borsója helyére többféle növényt vetett. Az aszály miatt azonban napi öntözés kell. Van itt sör és fekete retek, patiszon és cukkini is. Próbálkoztam ugye a aránylag korai vetést és már letermett csillagtökés patiszon vagy cukkini termesztéssel is, ott vetettem egy sort, amelyik úgy annyi termést adott, hogy mi most meg tudjuk nézni, és lényegében apró kis kovászos cukkinit még tudunk csinálni belőle. A hosszú meleg nyár kedvezett a fürdő vendégeknek. Sokan kilátogattak az Akácsliget fürdőbe, most is vannak itt külföldi lakókocsis vendégek is. A nyári szezon sikeres volt. Jelentősen növekedett a látogatottságunk is, bár néha szélsőséges volt az időjárás, mondja Andrási István, a Nagykun víz és csatornamű Kft. Ügyvezető igazgatója. A nyári szezonra lehet tudom nyilatkozni azt, hogy egy sikeres nyár után vagyunk, egy pár százalékkal a tavalyi évhez viszonyítva növekedett a látogatottságunk is, attól függetlenül, hogy azért az idén is nyáron is elég változatos idő volt, tehát a vihartól a hőségriadóig azért minden előfordult. A vendégeik körében népszerű az úszás oktatás úgy a gyerekek, mind a felnőttek körében, de a gyógymedencéinket is sokan használták. Minden korosztály szeret ide jönni, és ez nem csak Karcag, hanem akkor a külső településekről is, illetve még külföldi vendégek is. A vendégelosztottságunk az tulajdonképpen úgy működik, hogy vannak a reggeli úszók, akkor a nappali strandtolók, illetve az esti úszók, illetve ezen kívül még mennek, a nyáron is voltak úszás oktatások, itt gyermekeknek babaúszás oktatás is például. A fürdő népszerű a családok körében is. A kempingben most is sok lakókocsis külföldi vendég van, akik a gyógyvíz és a csend miatt hetekre érkeznek ide. A lakókocsisok többsége, például most is beszélgettem tegnap is egy párral, akik mondták, hogy kimondottan a gyógyvíz miatt, meg hogy ilyen szép kis csendes fürdő, főleg így ősszel. Nyári rendezvényeinket operett műsor, strandok éjszakája, rockzenei koncertekkel is sikerült megtartani. Változatos volt az időjárásunk, de a rendezvényeinken ez hál' Istennek szerencsésen alakult az időjárás. Mindegyiknek jó volt a fogadtatása, tehát akár a nyugdíjas találkozó, akár az Akácsliget nap, vagy a Nóta operett műsor, tehát nagy sikerre volt neki, tehát pozitív visszajelzéseket kaptunk ez irányba. Időjárástól függetlenül a Gyógy 1 és a Gyógy 2-es medencét egész évben, a többit szeptember végéig lehet használni. A svéd cég közleményében jelentette be, hogy a Jászberényi Electroluxnál átszervezés történik, amely mintegy 800 dolgozót érint.
A cég egy stratégiai vizsgálatot követően hozta meg ezt a döntést, miszerint a hatékonyság növelése érdekében átszervezik a jászberényi Electroluxnál a gyártást. Az Electrolux bejelentette, hogy átszervezi a magyarországi gyártását. Ennek keretében a felső kategóriás készülékekre kíván fókuszálni, mind a nyíregyházi, mind pedig a jászberényi üzemében. Ezzel együtt bejelentettünk egy 100 millió eurós, az egy 33 milliárd forintos beruházást. A nyíregyházi gyárunkban felső kategóriás, internetre kapcsolható készülékeket fogunk gyártani az ipar 4.0 irányelveinek megfelelő gyártóberendezésekkel. Jászberényben is szintén a felső kategóriás beépíthető készülékekre fókuszálunk, ahol folyamatos a kereslet, az egyszerűbb készülékek gyártását pedig megszüntetjük. Az átszervezés a porszívógyártást és a szabadon álló hűtőgépek gyártását érinti. Ezen termékek esetében a fogyasztó igények jelentősen változtak. Gondoljunk bele például a fagyasztóláda esetében. Egyre kevesebben vásárolnak fagyasztóládát, mivel a hipermarketekben meg tudják venni az élelmiszert, így folyamatosan csökken ezekkel kapcsolatos igény. Elérkeztünk egy technológiai váltáshoz is, és ebben az helyzetben, amikor a volumen folyamatosan csökken, nincs értelme technológiát fejleszteni. Az átszervezést követően a porszívógyártást és a szabadon álló hűtőgépek gyártását Jászberényből külső partnerekkel szervezik át 2020-tól. A szervezet átalakítás körülbelül 800 dolgozót érint. Ez az átszervezés 800 főt érint, és fontos hangsúlyozni, hogy az idén ez senkit nem érint. Tehát az átszervezések azok csak jövő évben indulnak el, és vélhetően jövő év július végére fejeződnek be. Ezzel egy időben közel 100 millió eurós befektetést terveznek a nyíregyházi hűtőgépgyárban. A fejlesztéssel növelni szeretnék a külső kategóriás termékek versenyképességét. A cég közleményében Göncz Sándor, az Electrolux Lehel Kft. Ügyvezető igazgatója kiemelte, tudják, hogy a jászberényi átszervezés sok dolgozó számára nehéz helyzetet teremt, ezért minden erejükkel azon vannak, hogy az érintett munkatársakat támogassák. A dolgozói érdekképviseletet már tájékoztatták a terveikről, és velük együttműködve tisztességes és méltányos szociális megállapodás kialakításán dolgoznak. Folyamatosan tárgyalunk és egyeztetünk, és mindkettőnk célja ugyanaz, tehát mind a ketten szeretnénk gondoskodni a dolgozóinkról, és az Electrolux felelős vállalat, ezért ez nagyon fontos nekünk. Már a jelenlegi kollektív szerződésünk is lényegesen kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a munkatörvénykönyve. Tehát például a mi esetünkben azon kollégánál, aki 15 éve nálunk dolgozik, közel egy éves végkielégítést fizetünk. Az üzemi tanáccsal is elkezdtük az egyeztetéseket, már három tárgyalási fordulón túl vagyunk, és ott is tegnap megszületett az első megállapodás, mely szerint a jelenlét és a termelési bónusz összegét jelentősen megemeljük. És ez a mai nap bejelentésre is került. A pénzügyminisztérium is fokozott figyelemmel kíséri az Electrolux Jászberényi üzemében dolgozók sorsát, az elbocsátással érintett munkavállalók mielőbbi elhelyezkedését. A kormány ma reggel ülést tartott, és ezzel foglalkozott külön naprendi pontként is. Nem hagyjuk magukra az embereket, ez a kormány üzenete, tehát segíteni fogunk, és azonnali segítséget biztosítunk azért, hogy az emberek el tudjanak helyezkedni, és nem maradjanak munkalehetőség nélkül. Mint a foglalkoztatás politikáért felelős miniszter mondhatom, hogy az elmúlt években azért már kialakult egy gyakorlat ilyen típusú ügyekben. Emlékezzenek, hogy volt ilyen Gyöngyösön, Gödöllőn, legutóbb Szarvason volt egy hasonló helyzet, és a lehetőségeinket felmérve hozunk azonnali lépéseket annak érdekében, hogy ez a váltás, ami egy munkai váltást jelent az emberek döntő többsége számára, ez minél rövidebb időszakra korlátozódjon. A jászság és Jászberény gazdasága erős. Jászberényben több mint 3000 vállalkozás működik, és a jászság is erős gazdasági szempontból. Tehát látunk arra jó esélyt, hogy egy összehangolt intézkedés sorozattal, ahol a kormány, az önkormányzat és a cég együtt működik, lehetőséget találjunk arra, hogy ezek az emberek minél hamarabb el tudjanak helyezkedni, és az előállt helyzetet pedig kezelni tudjuk. A kormány részéről meg tudom erősíteni azt, hogy a eddig is alkalmazott gyakorlattal, átképzéssel, munkaerőközvetítéssel, a különböző munkaügyi programok való beintegrálással, bevonással segítünk majd ezeknek az embereknek. Nagyon bízom benne, hogy az a 800 fő, aki ennek a leépítésnek a érintettje lesz,
az nagyon hamar tud magának lehetőséget találni. Majd ebben fogunk, ahogy mondtam is, segítséget biztosítani. A kollégáim részéről Tóth János osztályvezető urat jelöltem ki arra, hogy úgymond a munkahogyi hivatalok részéről és a Jászlón-Szolnok megyei kormányhivatal részéről is segítse ezt a munkát, tehát működjön együtt a céggel, és azt a bevált gyakorlatot alkalmazva, amikor akár személyre szabottan is felmérik, hogy kinek miben kell majd segítség, ezt mindenképpen indítsák el. A munka már ma reggel megkezdődött, a munkahogyi hivatal fölmérte, hogy milyen munkaerő szükséglet van Jászberényben és a térségben. 14 céget kérdeztünk meg, ez a 14 cég 920 fős állásigényt létszámot jelentett be igényként. Tehát azt tudom önöknek mondani, hogy jó esély van arra, hogy az idő előrehaladtával majd mindenkinek megtaláljuk azt a lehetőséget, ahogy el tud helyezkedni. Összességében tehát azt tudom mondani, hogy segítséget biztosítunk az embereknek, senkit nem hagyunk magára, itt leszünk Jászberénybe, alkalmazkodunk ahhoz a forgatókönyvhöz, amit a cég majd a létszámleépítéseknél alkalmazni fog, és meg tudom erősíteni azt is, hogy a munkaügyi foglalkoztatási helyzet rendezésén túl pedig, erről majd Palkovics László miniszter úr fog néhány szót szólni, igyekszünk arra is törekedni, hogy a térség stabil gazdasági helyzete az mindenképpen megmaradjon. A múlt héten már foglalkoztunk a pályázatok kivitelezésével városunkban. Most Gyurcsák Jánost kérdezzük, hogy milyen munkafolyamatok kísérnek egy adott pályázat kivitelezését. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszöntöm a televízió nézőit, különös tekintetre a 4-es számú választókörzetben lakókra. Köszönöm a lehetőséget. Hogy rengeteg pályázatért is felel, ami Karcagot nézve elég tetemes darabszámot tesz ki. Hogy áll ez össze ez a munka? Hát gyakorlatilag ugye polgármester úr megbízott ennek a fejlesztési csomagnak az ellenőrzésével, illetve az előkészítési munkákért. Ez gyakorlatilag napi munkavégzés jelent, rendszerességgel napi egy órószát foglalkozunk jegyzőr vezette csoportnak a munkájával, amikor döntéseket kell előkészíteni, napra készen előkészítjük. Úgy gondolom, hogy minden ilyen dolgot határidőre tudunk teljesíteni, ezért vannak nyertes pályázataink, ezért vannak folyamatban lévő pályázataink, amelynek előbb-utóbb az eredménye a város számára meg fog jelenni. És ezeken az üléseken ilyen innovatív ötletelés is zajlik esetleg, hogy merre lehet tovább menni majd? Én azt gondolom, hogy ezek az előkészítő munkák, amelyek az egész testület számára gyakorlatilag meghatározza egyrészt a stratégiai irányokat, másrészt pedig az apró taktikai lépéseket, ez rendszerint meg szokott jelenni. Egyik ilyen nagy lehetőség geotermális energia, annak a hasznosítása. Ez az elmúlt 10 évben jelentős mértékű bevételt hozott a városnak, és nagyon sok lehetőség van még benne, amelyet megfelelő pályázat segítsége előbb-utóbb meg fogunk valósítani. Itt ennél a pontnál mindenképpen meg kell jegyezni, hogy egy-egy ilyen kísérőgáz konkrétan vagy leválasztásának a hasznosítását az önkormányzat saját cégeink keresztül végzi el, nem pedig apró pénzzel, külső multinacionális cégekkel végeztetjük el. Ennek egy nagyon komoly példája, hogy a kórháznak a hőenergia ellátásába nagyon jelentős szerepet képvisel ez a tétel. Ez akkor tulajdonképpen a működési költségeket is csökkenti. Így van. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy eljött ide. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!